Sziasztok! Péter Tamás vagyok, Legacy Assistance Hungary Kft. Termektámogatási mérnöke. Szeretném nektek bemutatni a GS18-as DNS szörvünket. A műszer, úgy ilyen kis nemző oldalára is elér, úgy szükség a nagy méretű dobozra feltétlenül. Megtaláltam benne a kontroller, a antenna, akkumulátorok, valamint szükséges kiegészítők ahhoz, hogy felrögzítessük ezt egy pontra. Mint ezt sokan tudjátok, az idei évnek az egy különbség ez a vevő. A gyújt dolog benne a dőlés kompenzátor, ami már lehet, hogy kevesebben tudtok, hogy a dőlés kompenzátor egy teljesen új fejlesztés, egy Leica szabadalom, amely nem mágneses áron alapul, hanem egy inerciális rendszeren. Részben ezt is meg fogjuk nézni kicsit részletesebben, hogy ez miként működik, és milyen esetekben használható, amint más technikai paramétereket is bocsi alá veszünk, tartsatok velünk. A dőlés kompenzációnak a lényege, hogy mérés közben, vagy akár kitűzés közben is nem szükséges arra figyelnünk, hogy a botot mindig függőlegesen tartjuk és úgy végezzük el az észleléseket, hanem azt tarthatjuk akár döntve is, vagy akár a szeretnénk függőlegesen is, de biztosak lehetünk abban, hogy amennyiben a funkció aktiválva a műszeren, ezt ki fogja kompenzálni és mindig a függőleges értéket fogja kiszámolni. Attól sem kell tartanunk, hogy netán túlságosan döntve tartjuk az eszközt, mert nincsen neki egy limit megszabva, hogy meddig lehet dönteni, ez lehet akár teljesen 90 fokban is. Természetesen ilyen esetben már nem fog tökéletesen működni az eszköz, hiszen nem lesz elég műoldal állátása. Tehát egy elméleti határt a döntéshez ez alapján bekalkulálhatunk, természetesen ez függ a környezeti körülményektől is, kitapálásoktól, stb. Felmérések során a dőlés kompenzációt használva sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak lehetünk a terepen, és nincsen szükségünk arra, hogy minden egyes pontnál megálljunk, függőlegesbe helyezzük a librellát, majd aztán több másodpercen keresztül végezzük észleléseket. Ehelyett megtehetjük azt, hogy lehelyezzük a botot, ahogy állna az, megnyomjuk a mérés gombot, és már haladhatunk is tovább. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy az észlelések során ne 3-5 vagy ehhez hasonló alapokában mérjük meg egy pontot, hanem csupán egy, vagy akár használjuk az aktuális pozíciót is. Ennek köszönhetően jelentős megbízhatóság, illetve pontossági romlás nem tapasztalhatunk. Dőlés kompenzálással történő mérésnek egy további előnye, hogy olyan helyeken is tudunk mérni, ahol ez korábban nem volt lehetséges. Ilyen lehet például épület sarkoknak a megmérése, amelyet korábban direkt nem tudtuk megmérni, mivel az antenna fejet azt nem tudtuk pontosan odahelyezni az épület sarkához. Esetleg ezt kimetszve természetesen megtehetjük, például egy kimetszéssel. A dőlés kompenzálásnak köszönhetően azonban a botnak a hegyét precízen tudjuk támasztani az épület sarkához, és meg tudjuk mérni azt is. Kitűzések során nincsen szükségünk arra, hogy egy iterációs folyamatot hajtsunk végre, amely először is letesszük a botot, függőlegesé helyezzük, és megnézzük azt, hogy mekkora a távolság a kitűzendő pontig, hanem egyszerűen haladhatunk, és folyamatosan azt fogjuk látni, hogy a bot hegye az mennyire van a kitűzendő ponttól, mert a dőlés kompenzálásnak köszönhetően a koordináták azok oda vannak vonatkoztatva. Ellentétben a hagyományos módszernél, ahol ez csak akkor igaz, hogyha a botunk az függőlegesben van. Most pedig lássuk, hogy hogyan működik a dőlés kompenzálás a GS18-as vevőben. Ahhoz, hogy meghatározzuk a vevőnek a dőlését, ahhoz tudnunk kell annak függőleges tőlelő elhajlását, valamint meg kell határozni a botnak az északi irányán bezárt szögét, tulajdonképpen az irányszöget. Ahhoz, hogy ezt a szöget meghatározzuk, használhatunk például a magnetométert, ez megtalálható egyébként más GNSS vevőkben is már a piacon, azonban a magnetométernek van néhány hátulütője. Ilyen lehet például az, hogy mágneses környezetben, például a fémes tárgyak közelében, vasbeton szerkezetek mellett, elektronos berendezések közelében, ez nem fog tökéletesen működni, ugyanis ezek mágneses teret hoznak létre, és megzavarják a szenzort.
Ilyen szenzorokat egyébként a mobiltelefonokban is megtalálunk, az okostelefonokban. Ezek alapján működik például az iránytű alkalmazás, vagy a Google Maps-ben ez alapján tájékozódhatunk, hogy merre fordítjuk éppen a telefont. Egy másik probléma a wireless-es alapú szenzorokkal, hogy gyakran van szükség a kalibrációjukra. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nehézkessé tehetik a mi terepi, egyszerű, gyors és hatékony munkánkat. Ebből az okból kifolyólag a GS18-as vevőben ezeket a wireless-es alapú szenzorokat egész idáig nem használta Leica, hanem helyette kifejlesztett egy olyan eszköz, amelyre nincs szükség kalibrációra és érzéketlen a mágneses szarokra is. Ez pedig nem más, mint egy speciálisan GNSS eszközökben kifejlesztett inerciális mérőegység, vagyis IMU. Az IMU-ban ismert pozícióból, amint elindul a vevő, mozgásba lendül, elmozdulás vektorokat, valamint elfordulás vektorokat határoz meg, és ez alapján lesz képes arra, hogy kiszámítsa a vevőnek a dőlését. Hogyan is működik ez? Ahhoz, hogy elkezdjen a dőléskompenzálás, először rendelkeznünk kell egy FTK vagy SmartLink, vagyis PPP, Precise Point Positioning által kapott fix pozícióban. Amint ez megvan, elkezdünk haladni a vevővel, és a mozgás hatására automatikusan inicializálja magát az IMU, és tulajdonképpen másodperceken belül képesek vagyunk dőléskompenzált méréseket végrehajtani. Netán megállunk hosszabb időre egy ponton, ez körülbelül fél perc, akkor fél perc után a dőléskompenzálás megszakad, mivel a vevő egy helyben van, vagy csak minimálisan mozgatjuk, így nem lenne pontos az inerciális mérőegysége által kalkulált adatok, ezért inkább megállítja a kompenzálást. Azonban, amikor újra elindulunk, néhány lépés megtételével újra kalibrálja magát, és már is használhatjuk tovább. Az, hogy mikor van éppen kalibrált, úgymond kalibrált, működőképes állapotban, azt a szenzoron található LED, valamint a szoftverben az RTK ikonon megjelenő zöld háttér is jelzi a számunkra, valamint visszajelzést is kapunk. Egyébként, hogyha éppen az eszköz nincs dőléskompenzálási állapotban, akkor ugyanúgy képesek vagyunk mérni, csak akkor különlegesen kell tartanunk a botot. A Captivate szoftver tehát folyamatosan informál minket arról, hogy a dőléskompenzálás az éppen aktív, vagy inaktív állapotban van, azonban a dőléskompenzálásnak a pontosságáról, valamint a dőlés értékekről manuálisan is megnézhetünk. Ezt az aktuális pozíció menüpontban nézhetjük meg. Itt még fontosnak tartalán megjegyezni, hogy a 3D pozíció pontosságban, amikor a dőléskompenzálás aktív, nem csak a GPS mérésből eredő pontosság, hanem a dőléskompenzálásnak a pontossága is bele van kalkulálva. Az összeszerelőssel kapcsolatban is szeretnék veletek egy hasznos dolgot megosztani. Ahhoz, hogy a kitűzés vagy akár mérés során térképnézetet használva az antennánk az megfelelően jelenjen meg a térképnézetet, tehát jó irányba mozogjon a bot, jó irányára tértem a valós irányt, akkor úgy kell felhelyeznünk az antennát a botra, hogy annak a kezelőfelülete és az antennán található gombok azok felénk nézzenek. Így fog helyesen megjelenni az antenna térképnézetben. Elégeztünk egy rövid tesztet a dőléskompenzálás pontosságának és megbízhatóságának a vizsgálatára. Ehhez megmértünk egy pontot, majd azután erre kijelöltünk egy egyenest. Az egyenest úgy jelöltük ki, hogy az pontosan az északi irányba mutasson, tehát a keleti koordinátát azt változatlanul hagytuk, az északi koordinátát pedig 10 méterrel valósítottuk. Ezután különböző dőlés szögekkel pontokat mértünk az egyenes mentén, utána pedig megvizsgáltuk
ezeknek a koordinátáit. Amennyiben a pontok pontosan a vonalra esnek, abban az esetben a keleti koordináta az pontosan ugyanaz, vagy pedig ahhoz nagyon hasonló, mint azt láthatjátok is. A dőlésértékek ebben az esetben első körben közel nullák voltak, 5 maximum 10 fok körülek, második esetben pedig 15 fok körülek. 15 fok az nem hangzik soknak, azonban igazából már egy elég jelentős dőlés, tehát ehhez már elég jelentősen meg kell dönteni a botot. Normál esetben ez a dőlés érték közel 0 vagy 5 fok között alakul, maximum 10, hogyha nem döntjük el teljesen a botot. Ilyen esetben 15 fokon belül vagyunk, akkor maximum 1 cm lehet dőlés kompenzálásban, mint hiba, ha pedig pontosan függőlegesbe tartjuk, akkor 4 mm. Ha egy dőlés kompenzálás mentes mérés hajtunk végre, és megbizonyosodunk arról, hogy a botunk az kalibrálva van, és a boton található vibrál a kalibrálva van, akkor legfeljebb 1 cm-ös pontossággal kalkulálhatunk 1,8 méteres bot hossznál. Ezáltal mondhatjuk azt, hogy a dőlés kompenzálással legalább olyan pontossággal, vagy pedig még pontosabban is tudunk mérni, hogyha 15 fokon belül tartjuk a botot. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem hasznos információkkal tudtam szolgálni. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!